paplovak! Na sziasztok fiúk, lányok, paplovak vagyok, és megnézzük, hogy a Star Citizen 2.4-es verzió mennyire stabil. Hát egyelőre inkább debil. Na nézzük. Oké, adunk rá egy kis kokszot a hangra, mert nagyon halk nekem. Nem tudom, hogy nálatok is így van-e. Ezért segítünk rajta. Aha, ez így szeretni való. Akkor így. Így. Ez is lehet egy kicsit hangosabb. Dynamic range, azt se tudom, mi a rákom az. Legyen 56. Oké. És nézzük. Elvileg most már persistens valamennyire az univerzum. Alias, hogyha valamit csinálok, akkor az úgy is marad. Ha jól emlékszem, én vettem egy ruhát magamnak, és nem emlékszem, hogy mivel nézem magam kívülről. F4. Szia, szexi! Ja nem, a lófaszt, azt a gépfegyvert vettem a hátamra. Úgy voltam vele, hogy ruhát majd összekoldulunk, de az új gépfegyver arra szükség van. Viszont még mielőtt bármit is elkezdenék, szükségem lesz arra, hogy lássam az előzményeket, már csak azért is, mert megváltoztak a Star Citizennek a billentyűzet kiosztásai. Reddit talán? Jó, ez a nyaha. Igen. Star Citizen? General Discussion. Local Bass. Oké. Nézzük, hogy megtalálom-e a klaviatúra kiosztást. Hopp, hopp, hopp. Megvagy, te rohadt. Tökéletes. Ez azért kell nekem, mert múltkor, amikor próbáltam, bár ti azt nem láttátok, de próbáltam. Próbáltam, anya! Akkor az az igazság, hogy rohadtul belezúgtam a földbe. És ez mondjuk így elég sovány. Aha, így már jobb lesz. Azt mondja, hogy... Space break. Strafe up. Uh-huh. Jól van, erre van szükségem. Úgy körülbelül eddig. Ami új egyébként a játékban is, azt hiszem, hogy még nem mutattam meg nektek, hogy most már vannak boltok és van fizetőeszköz. Az F1-jel hozzuk elő ezt a jól ismert kis lókolbászt, ahol van Cryastro, ami nem tudom mi. Aha, itt mutatja, hogy mennyi zsetonunk van. Kőkemény 250 US-unk marad. Ez a port modification, ez fogalmam sincs. Correctly equipped lófasz. Oké, ez a kedvencem. Ez coming soon, ez contacts, az most szerintem nincs fenn semmi ismerős. Skyline coming soon, itt vannak a küldetések, ezeket ismerjük már. Be is jelölünk szerintem egyet. Mondjuk őt. És megnézzük a boltokat. Két bolt van, legalábbis azt hiszem, hogy kettő, de lehet, hogy három. Itt a fegyveres. Hello Mr. Fegyveres. Itt jól rá tudunk nézni ezekre a cuccokra. Ha jól látom, 300-ba kerül egy medipen, az gyakorlatilag a steampack. Oh yeah. Itt vannak a gépfegyverek. Ezeket nem csak megvenni tudjátok, hanem ki is tudjátok próbálni, ha rányomtok az F-re. Akkor kézbe fogjátok és szexisztek vele egy kört. Ude jól néző ki. Majd F-fel visszarakod. Ó, ez a shotgun az elég komoly. Nice. Hello baby! Ezzel foglak megszeretgetni. A mai nap egyébként, hogyha valaki nem tudná, akkor OVS lesz. Országos Virágkötő Fesztivál. És oda megyünk. Déltől már megtalálhattok minket ott. 1-től 2-ig fogok játszani League of Legends-ot, majd ezt követően megyünk majd Podcadre. A Podcadnek a pontos időpontját, azt megtaláljátok az OVS-nek a weboldalán. Ezt nem tudom, hogy egyébként csak nekem tűnt fel, vagy tényleg így van, de az nem egy ghost a kibaszott Destiny-ből? Ott. Nem tudom, ki destinizett itt velünk már, de az szerintem az egy ghost. Aztán lehet, hogy már olyan régen játszottam, hogy fel se ismerek egy ghostot. Igen, ott egy vandúl célkereszt.
Na nézzük, mert ott szemben van a Guerrity Defense. Ha jól sejtem, ez már viszont ruhák lesznek. Így van. Itt vannak a szuper szexi ruhák, amiket fel is lehet szintén próbálni. Hello, mi? Kicsit bagos vagyok, ott egy fej a levegőbe, de minden rendben van. Itt a húsi nyuszi, lókolbász. Hát az a levegő fej az eléggé rontja az összhatást, de el tudjátok képzelni, miről van szó. And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Sold out. Itt mit ilyen izé? Cipőkefét lehetett venni? Hello, more! Van egy pöttyöd, csak nem csinál semmit. Utálok! És utálom a pöttyödet is! Akkor viszont van egy harmadik bolt, mert emlékszem, hogy van egy ilyen lazább bolt, ahol gyakorlatilag ilyen utcai ruhákat tudtok vásárolni. És ez talán valahol itt lesz. Aha, itt van a Kasaba! Kasaba! Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa! Pa-pa-ra-pa-ra-pa! Kasaba! Aha. Ez egy nadrág. Ez egy nadrág. Ilyen jó kis vajszínű nadrágot is fel tudunk próbálni a papírra. Még halálbagos az egész, de idővel megcsinálják. A 2.5 beállítólag már javítva lesznek az ilyen problémák. Sőt, a 2.7-ben, amit idén akarnak kiadni, abba elvileg már tudunk leszállni bolygókra. Hát ez a kabát nem egy nagy varázslat. Ez egy öltöny. Shelby. Hát ez egy kicsivel jobb. Itt vannak trikók. Hello! Ebből a feketét akartam, nem akarok megbántani. Na, ezt a feketét el tudom magamon kérdezni. Mennyibe kerül? 330 egy ilyen. Sima fekete. Egy kicsit, mint hogyha mojrákta lenne. Ciki! Itt vannak még cipők is, amiket fel lehet venni. Felveszünk egy szexi, makkos fehér cipőt. Valamiért félmeztelő lettünk tőle. Csak pucéran lehet srácok cipőt próbálni a Star Citizenbe. Ez most már biztos. De az űrben is van felmosó rongy. Nice. Kis tablet, gondolom majd itt lehet fizetni. Ő pedig azt mondja, hogy hé, te panda! Nem igazán kedveljük a te fajtádat erre felé! Most elfutunk. És kirendeljük a hajónkat. Na nézzük. Szerintem egy hornettel fogunk itten repeszteni. Hogyha jó Isten is úgy akarja, és a Star Citizen szelleme! De hanyas, mert elfelejtettem nézni. Ott van. Papi, érdemes megvenni a játékot? Játszható a játék? Hát... én várnék vele. Régen azt mondtam volna, játszható, de... azóta most kijött ez a 2.4-es patch, és így van, amikor játszható. Nem tudom, most próbáljuk ki. Utoljára játszhatatlan majd. Most már talán jobb a helyzet, valaki csörög a herémen. Ki lehet az ilyenkor? Munka. Fasza. Na re. Ne, a kolléga jó arc akart lenni, mert holnap reggel 5-kor kelek, hogy ha gondolom, akkor bejön helyettem délután, vagy mi ez reggelre, és akkor mehetek délutánra. Csak azzal az az egyetlen probléma,
hogy akkor másnap kelek reggel 5-kor úgy, hogy este 10-re érek haza. És olyat már játszottam, és olyat nem akarok többé játszani. Az az egyike a legrosszabb dolgoknak. Na. Csumanjunk be. Pam pam para 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 pa. Ez az on foot. On foot, ez micsoda? Ez flight. IVA, az IVA nem érdekel, engem ez érdekel. Képcím másolása. Ctrl V. Így, erre van szükségünk. Na, strafe up. Oké. Landing mode engaged. Most akartam elhúzni a landing módból. Kiadunk egy kis kokszot neki, hogy kijebb repüljünk. Jaj, most már nem azzal dörünk. De várjál. Oké. Okay. Jó, arra van szükségünk, és ha jól emlékszem, most ezt átrakták az E betűre, F betűre. Azaz. A végtelenbe is tovább, mivel fogok fékezni? Mert múltkor azzal szopattam meg magam, hogy nem tudtam fékezni. X. Jól van. Random ship. Random ship. Hi. Welcome to the neighborhood. Second class junior cartographer Tessa Bannister reporting in. Erre még egy kicsit húzhatunk. All the ICC scan probes in the area. What these little guys see? I see. Which yes means I can totally see you right now. Na, ez már jobban tetszik. Anyway, there was actually a reason to why. Igen, így egész jól beszélünk, majdnem ugyanolyan hangos vagyok, mint a Csajci, aki magyaráz benne. Oké. Kaptunk egy küldit, hogy lessünk már el oda, hogy mi a rák van. EFC Electronics. Countermeasure-re lenne szükségem, az a G. G-vel nyomogatom, és azzal is tudom mókázni. A hostile target az az Y lesz. Jó. Ezekre van szükségünk. And I said, hey, 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 hey. És ha jól emlékszem, a V-vel tudunk... Aha. V-vel tudunk belépni a cruise modba and stuff. Cruise va! És még egyszer megnyomom, akkor szuper gyorsak leszünk. Ott látjuk, hogy egy fekete doboz világítvadó. Meglássuk, hogy mizu van vele. Remélem, jövőben is fogsz ilyen humoros és vicces videókat csinálni. Hát gondolom... Nem tudom, mire gondolsz. Vagyok. Ennek örülök, hogy most nem jönnek ellenem. Kis nyugos, chilles. Nem. Ó, kellett nekem megszólalni. Én is a nagy bukám. Á, kalózok. Hopp! Amit improvolok, attól beszarsz.
hogy még mindig ez a meszki. Au, 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 au. Haladj már közbe. Fuck, 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 fuck. Oda a pajzsom. Akkor most forgunk, pörgünk. Próbálunk feltölteni. Mert így nem leszünk jóban. Shields critical. Értem én, hogy shields critical. Próbálom feltölteni. Elvileg jobban vannak a pajzsaim. Puszilak! Hú, remélem, hogy ezért Józsi fog jönni, mert az, az igazság, hogy... A szárnyaink azok durván megsérültek. Bár annyira nem látszik rajtuk így a sötét űrbe, de nem érzik jól magukat. Na nézzük, hol van az a prób? Shields full. Most töltött fel maxra a shieldem. Na, X. Ez mi a rákom? Már nem sokáig szívem. Jó, spinkeljük. Szóljál, hogyha kész vagy ezt, akkor utána visszarekkedem. Na nézzük, most arra kell rájönnöm, hogy a retekbe szállok ki. Exit seat M1. Modifier 1, azaz Alt. Akkor Alt F. Ez. Na. Pit, motherfucker, köszönöm. Nézzük, mi van a fekete dobozban. Hello! Egyelőre egyébként viszont azt kell mondanom, hogy játszható a dolog. Annak ellenére, hogy az elején azt mondtam, hogy nem. Hol a doboz a dobozon? Ami egy gomb. Aha, hello! To those who find this, know that my journey has ended. It was finding my way here that made the path worth taking. I am glad that I could be part of your story too. Share it well. And safe travels. Hát ennek rekt lett. Irány vissza a hajó. Itt egy másik csávó. Azt nem mondta, hogy benyúltad a hajómat. Szerintem ez a paraszt ellopta a hajómat. Nem, ott a hajóm. Hol a gyerek? Hol van? Az előbb itt volt egy Aurora. Annak kell lennie pilótájának is.
Mondjuk most már nem látom az aurórát. Ott van. Közel repülök hozzá, hát ha benne ül. Vagy az egy roncs, az egy aurora roncs. És akkor ez nem egy játékos? Lakik itt valaki? Nem igazán ezt akartam. Ez egy Legioner, ez egy harcos aurora, ami tök fura. Megnézzük, hogy még működik-e. Hogyha igen, akkor elkötjük. Szia, Dóra! Hát eléggé szét van baszva a gép, de működik. De nem éri meg elkötni. 4 lézer azért az van rajta. De az, az igazság. Hogy szét van kurva az a karosszériája. Drága lenne megjavítatni. Menjünk vissza a sajátunkba. Az azért erősebb. Reméljük, hogy ezt még nem kötötték el. A fegyvert még nem is sütöttem el. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Nice. Na most egy kérdés, hol a fenébe? Ott van a... Uramatyám, 1900 méterre van. És már az is távolodik, már nem fékeztem le. Jó, oké, nem gáz. Elkuszunk oda. Menni fog. Ezzel a sebességgel minimum 25 másodperc, de majd összehozzuk. Szevasz, Zeki, mi a helyzet, uram? Voltál Game Night-on? Milyen volt? Pauli mondta, hogy lesz lol. Én mennék ellened. Csak valami genyó ellopta az accountomat, és van valami bug. Hát Painkiller, ettől függetlenül gondolom tudsz jönni. Ez OVS-en lesz 1 és 2 óra között. Szóval egyelőtt, hogyha odaértek, szerintem ilyen minél előbb ott vagytok, akkor már tudtok jelentkezni a lore-ra, gondolom. Nem tudom pontosan, hogy hogyan fog működni. Azt tudom, hogy nekem délre ott kell lennem, mert egykor kezdődik. Jaj, fuck it, nem akarok meghalni, anya. Jó, egy kicsit túl gyorsultam magam. És itt is lettem fékezni magam, hogyha... Nyom az X-et. Hát nem tudom. Nem kockáztatunk. Hello Hornet, my old friend. Tudjátok, mi kéne nekem? Vára szerelhető zseblámpa erre a szarra. Ez. Megnézzük, sikerül-e leadnunk az első küldünket. Bim 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 bim. Forward proximity alert. Okay. Starboard proximity alert. Az az aurora. Nekünk nem az kell. ICC. Ez kell nekem. Ott van. Aha. Csak ebből a szögből nem igazán közelíthető meg.
Tur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 ú, Schreher repülök. Mindjárt jó lesz. Csak gondolom nem kéne egyenesen neki repülnem a meteoroknak. Azt olvastam a kézikönyvbe. Ne, ne kressej! Ne kressej, olyan közel voltam! Rohadj meg! Köcsög. Rarug istenem. És azt hiszem, hogy a küldiket még nem menti el, csak a pénzt. És most mentem vissza volna a pénzért. Könyörgök, mentsd a küldiket. Akarom a zsetont. Ez igazságtalanságoskodás. Mindegy, most legalább látjátok, hogy meddig tölt, mert igazából a Star Citizen még mindig egy töltőképernyő szimulátor, az a baj vele. A legnagyobb. De akár működhetne is a játék, az még jobb lenne. Faszamat már. Jó, egyébként kim van a weboldalukon, hogy jaj, bocs, valamit elkurtunk, próbáljuk megcsinálni, csak ez 12-e óta van kint. És így én úgy vagyok vele, hogy ennyi idő alatt egy hozzáértő csapat akár már meg is csinálhatna. Ezt a hibát ahelyett, hogy kiírna, hogy jaj, bocs, még mindig szar. Szóval, ja. Mit szóltok ahhoz, hogy Nagy-Britannia kilépett az EU-ból? Hm? Megszavazták vala. Még nem indították el a kilépési folyamatot, de kifogják. Vagy elfogják. Írjátok le véleményt. Mit? Ilyen támogatást azért szeretnék még továbbra is igényelni. Ja, ezt én is olvastam. És ez így... De az egyik város csak. Meg Skócia úgy felbaszta magát, hogy ő meg ki akar lépni a izébe. A UK-be. Ahogy ők meg egyáltalán nem értenek ezzel egyet. Skót ismerősnőm már ki is rakott egy ilyen angol mintás pólót, hogy szeretné ingyen felajánlani WC papírnak, bárki elviheti. Csökkenni fog a pénzértékük. Az már most esett. Nagyon sokat. Leesett azt hiszem, hogy 350... Vagy 390 körülre? 455-ről? Szóval hatalmasat esett. Mit szólsz ahhoz, hogy a szélső jobboldali pártok erősödnek? Na, nem politizálok igazából, én erről nem tudok semmit. De a forint is zuhant. Hova? Mi mindig zuhanunk, a forint az ilyen nem túl erős pénz. Sosem leszünk egy igazán erős gazdaság, az a baj. De ez most szíven ütött azért. Mert eddig bárki azért kimehetett, ott dolgozhatott, hogyha rájött, hogy igazából ez az ország nem azt nyújtja neki, amire szüksége lenne. Na mi van, töltőképernyő szimulátor? Most gondolkozol? Hogyan is néz ki egy űrhajó? Milyen lehet a csillagok között? Meg ilyenek?
Hányra megyek ki az OVS-re? Ilyen 11. 11 dél között már biztos ott leszünk. Ezt a Star Citizen live-ot akartam még befejezni, de én úgy látom rajta, hogy ő is azt akarja, hogy fejezzem be. Csak nem úgy, ahogy én képzeltem el. Na, Mizdó! Loading Screen Simulator. Farokság. Na, semmi. Hát fiúk, lányok, szerintem ne erőltessük egyelőre. Szerintem ennyi volt a Star Citizen. Majd, hogyha jön ki egy újabb patch, és valamennyire stabil, akkor megmutatom, hogy mik az újdonságok. Nem sikerül egyelőre működőképesre összeklofolniuk ennyi év után se a Star Citizen. Én próbálok bizakodó maradni. És hű az elképzeléshez, de hát ez így egy galamb fos sem ér, sajnos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ne feledjétek, találkozunk ma az OVS-en, hogyha szeretnétek, ki is állhattok ellenem League of Legends-be, majd utána élő podcastben találkozunk. Paplóag voltam, na csavkalam! Véget ért a mókamára, zárul papi mókatára! Fiúk és lányok, hogyha jól éreztétek magatokat, ne felejtsetek el lájkolni Facebookon, követni Twitteren, feliratkozni itt a YouTube csatornámra, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor megyek éppen live-ra, gyertek, csatlakozzatok a Steam Community-mhez, a Steam Groupomhoz. Remélem legközelebb is velem tartotok. Nagy csókolom!